14 éves korukban hozott pályaválasztási döntésüket. Nem engedhetjük, hogy a diákok kétharmada már 14 évesen elveszítse szabad döntéshez való jogát. Egyetértetek? Igen! Harmadik. Csökkenteni kell a tanulói terheket. Nem csoda, hogy a túlzsúfolt tanterv és a megnövekedett óraszámok miatt diákjaink teljesítménye folyamatosan romlik. A munkatörvénykönyve szerint a heti munkaidő 40 óra. Akkor gyerekeinknek se kelljen ettől többet tanulással tölteniük. Egyetértetek? Igen! Negyedik pont. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek méltányos és eredményes ellátásáért azonnali kármentő intézkedések szükségesek. A mozgás vagy érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekeknek is joguk van olyan oktatáshoz, neveléshez, fejlesztéshez, hogy saját képességeikhez mérten a lehető legtöbbet érhessék el. Egyetértetek? Igen! Ötödik pont. A kormányzat tegyen azonnal intézkedéseket a roma tanulók növekvő szegregációjának visszaszorítására, a diszkrimináció minden formájának hatékony tilalma érdekében. Magyarországon folyamatosan újra termelődik a társadalmi egyenlőtlenség. Ezt a folyamatot haladéktalanul meg kell állítani. Felszámolásának egyik legerősebb intézményi rendszere az iskola. Egyetértetek? Igen! Hatodik pont. Követeljük a tankönyvválasztás tényleges szabadságát. Az állam 15 milliárdos piacot kebelezett be a tankönyvkiadás államosításával, az ingyenes tankönyvekre való hivatkozással. Pedig Európa számos országában magán és állami kiadók együttes részvételével sikerült ezt megoldani. Gyerekeink most egy szűk kínálatból, gyakran szakmailag kifogásolható minőségű tankönyvekből kénytelenek tanulni. A tankönyvválasztás szabadsága a pedagógus és a szülő joga. Egyetértetek? Igen! Hetedik pont. A pedagógus életpályához kapcsolódó minősítés és a pedagógiai szakmai ellenőrzés rendszerét azonnal fel kell függeszteni a folyamatban lévő eljárások befejezésének kivételével. Az eljárás hemzseg az anomáliáktól. Ebben a rendszerben előfordulhat, hogy egy középiskolai tanár minősíti az óvónő munkáját, vagy olyan személy a nyelvszakos tanárt, aki nem is beszéli az adott idegen nyelvet. Nem hagyhatjuk, hogy a tanárok értelmetlen, mindennemű pedagógiai haszon nélküli adminisztrációra fecséreljék idejüket és energiájukat. Ahelyett, hogy a tanítással a gyerekekkel foglalkoznának. Egyetértetek? Igen! Nyolcadik. Azonnali hatállyal teremtsék meg a nyugdíjas pedagógusok továbbfoglalkoztatásának jogszabályi kereteit, szüntessék meg a létszámstoppot. Az új szabályozás miatt, ha egy pedagógus tanév közben éri el a nyugdíjkorhatár, akkor azonnal nyugdíjba kell vonulnia, és helyére nem vehető fel más. Így a tanév hátralevő részében mások, sokszor óráról órára különböző személyek, sőt az adott szakra képesítéssel nem rendelkezők látják el a feladatot helyettesítés formájában. Nem lehet, hogy a takarékosság jegyében így járjanak akár kisiskolások, akár érettségi előtt álló osztályok. Egyetértetek? Igen! A pedagógusok kötelező óraszámát 22 órában kell rögzíteni, el kell törölni az ezen felüli kötött munkaidőt. A 32 órás kötelező bentartózkodás a pedagógusokkal szembeni nyílt kormányzati bizalmatlanság megnyilvánulása. A tanárok megnövekedett óraszáma párosulva az adminisztrációs terhekkel a tanórákra való minőségi felkészüléstől veszi el az időt. Követeljük, hogy a kormány tartsa be a saját maga által hozott jogszabályokat és az intézményi létszámot mindenhol a 22 óra alapján határozzák meg, csökkentve ezzel a pedagógusok terheit. Egyetértetek? Igen! Követeljük az oktatás finanszírozás legalapvetőbb forrásainak biztosítását.
az elmúlt időszakban az oktatás területén folyamatos volt a forráskivonás. Követeljük az európai szintű oktatásfinanszírozást. És tisztességes béreket követelünk fontos partnereinknek. A nem pedagógus végzettségű nevelőoktató munkát közvetlenül segítő kollégáknak és az egyetemi oktatóknak. Egyetértetek? Igen! 11. Elvárjuk az oktatással kapcsolatos őszinte és nyílt kommunikációt. Ez a 12 pont is ott fekszik két hete valahol a miniszter asztalán. Kerekasztalon kívüli tárgyalási ajánlatunkra azonban ügyet sem vetettek, pedig a kormánynak óriási a felelőssége. Adott a számára a lehetőség, hogy meghallgassa és figyelembe vegye azoknak az érveit, észrevételeit, követeléseit, akik a saját bőrükön érzik ennek a rendszernek a hibáit. A pedagógusokért, a szülőkért és legfőképpen a diákokért. Az oktatás nemzeti ügy. Egyetértetek? Igen! Végül a 12. Új alapokra helyezett, az elért eredményekre építő közoktatási rendszer kidolgozását kell azonnal elkezdeni. A szakmai szervezetek tiltakozása ellenére bevezetett. Az oktatási rendszert felforgató köznevelési törvény bevezetése óta eltelt évek bizonyítják, rossz az irány. A centralizálást húsba kötötte a tanítást. Új, az alapoktól felépített, élményszerű tudásátadást lehetővé tevő, korszerű ismereteket hatékonyan közvetítő magyar oktatási rendszert követelünk a jövő generációi számára. Egyetértetek? Igen! A szavazásnak vége. A nemzeti konzultáció sikeresen lezárult. Egyetértettünk. Köszönöm, hogy elmondtátok.